Hogyan került a holló Mátyás király címerébe? Mátyás ifjú korától sokat csatázott a magyarok ellenségeivel. Vitézül verekedett, s legtöbbször győzelemmel került ki a küzdelemből. Egyszer, hogy, hogy nem, a poroszok fogságába került. A porosz vezér úgy gyűlölte, hogy legszívesebben száz halállal pusztította volna el megparancsolta a katonáinak, hogy Mátyást fogják ekelé minden nap, kössék szamár mellé, s úgy szántsa a hegyoldalakat. Bánja meg még azt is, hogy a világra jött. Szilágyi Erzsébetnek, Mátyás édesanyjának valahogy a fülébe jutott, milyen nehéz rapságban sínylődik egyetlen gyermeke. Levelet írt, és összehívta a házanépét, szolgákat, katonákat. Így kiáltott: Kiviszi el hamarabb ezt a levelet a fiamnak! Amint a levelet tartogatta a kezében, hogy kiválaszza a leggyorsabb embert, egyszer csak leröppent a magasból egy nagy fekete hulló, s kikapta a levelet az asszony kezéből. Egy szempillantás alatt eltűnt a szemük elől. Mátyás még azon az estén megkapta édesanyja levelét. Csak ennyi állt benne, apád helyett apád leszek. Megörvendett Mátyás, tudta, hogy hamarosan megszabadul. Ő is mindjárt választ küldött a hollóval. Megírta, hol szenved, hogy szenved. Szegény szilágyi Erzsébet, majd a szíve a gyermek írt. Nagy szándékot tett fel magába. Megindult, nagy hadat gyűjtött. S mint egykor dicső férje, Hunyadi János, maga állt a hadérére, hamarosan ki is szabadította a fiát. Amikor mátyás ismét a trónjára ülhetett, a címerébe hollót tetetett, mert a holló vitt neki hírt a szomorú rapságba.